Ez a Nyíregyházi Televízió híradója 2023. december 6-án este 7 órától. Kezdünk! Adventi busz már közlekedik az ünnepi díszbe öltözött retro busz. Ünnepelt a sportcentrum, eredményes volt a 2023-as esztendő. Víradók napja, ünnepség a Vármegyeházán. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Nyíregyházán az adventet különleges látványosság gazdagítja. A lakosok és a városban látogatók karácsonyi díszbe öltözött retrobusz fedélzetén fedezhetik fel a város hangulatos utcáit. A jármű, amely a téli szünet végéig áll az utasok rendelkezésére, kedden óvodásokat szállított. A téli szünet végéig a város minden részét bejárja az a 23 éves Icarus C80 típusú autóbusz, amelyet a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók polgármesteri hivatalban működő alapszervezetének tagjai a nyíregyházi vállalkozók támogatásával öltöztettek ünnepi díszbe. December 5-én az óvodások vehették birtokba a járművet. Az Orgona Siptag intézmény óvodásai szemmel láthatóan nagyon élvezték az utazást, akiket nevelőiken kívül a Mikulás és segítője is elkísértek a nem mindennapi utazásra. Igazán nagy örömmel és nagy lelkesedéssel várták a gyerekek ezt a lehetőséget, hogy ők is részt vehessenek a retróbuszos kiránduláson a városban, és gyönyörködhessenek a feldíszített városban. És úgy gondolom azt, hogy polgármester úr, a Mikulás, illetve az ők is segítői is velünk tartanak, még külön öröm a gyerekek számára. A karácsonyi busz nem csak egy közlekedési eszköz, hanem valódi nosztalgia élmény is, amely közelebb hozza a város lakóit, és ünnepi varázs csempész a mindennapokba. Az óvodásokkal utazó polgármester elmondta, nagy élmény számára a feldíszített buszon utazni, különösen a gyerekek Mikulás énekét hallva. Elismerően beszélt a nyíregyházi szakszervezeti dolgozók és vállalkozók kezdeményezéséről, amelynek köszönhetően a jármű karácsonyi díszítést kapott. Ez nagyon kedves, nagyon jó kezdeményezés, és úgy látom, hogy nagyon népszerű is, tehát egyértelmű a visszaigazolás megérte. A busz menetrend szerinti útvonalon közlekedik heti 5 alkalommal és normál díszabással vehető igénybe. Hétvégén, ünnepnapokon és a téli szünetben a 8-as, a 11-es, a 20-as és 55-ös buszvonalát érinti majd. A külső városrészek iskoláihoz is eljut, így a nyírszőlősi, sóstóhegyi, orosi, rozsréti, bugykasori és kertvárosi diákok, ha szeretnének, közvetlen járattal juthatnak el a belvárosi adventi forgatagba. A részletes menetrend elérhető a nyiregyhaza.volantbusz.hu oldalon. Újabb elismerés a környezettudatosságért Nyíregyházának. A holnap városáért díj 2023 egyik díjazottja lett Nyíregyháza, jelentette be hivatalos közösségi oldalán dr. Kovács Ferenc. A Nemzeti Fenntartható Városdíj célja, mely a City Hungary által alapított elismerés, olyan hazai és nemzetközi modellek, tapasztalatok bemutatása, melyek már eredményt hoztak, hiszen közös érdek a magasabb életminőség elérése. Örömmel jelentjük be, hogy 2023-ban a mozgásban a város kategória egyik díjazottja önkormányzatunk lett, tette közzé hivatalos közösségi oldalán Nyíregyháza polgármestere. Mint kifejtette, az elismerést olyan programokért adományozzák, melyek az embereket és közösségeket arra ösztönzik, hogy a fenntartható utazási, szállítási formát használják a káros környezeti hatás csökkentése érdekében. Nem véletlen, hogy nálunk a környezettudatos kerékpárbarát programot emelték ki. Nyíregyháza ebben is élen jár, hiszen a megbecsülést összességében olyan projektek miatt érdemeltük ki, mint például a kerékpáros közlekedés fejlesztése, a zöldváros vagy éppen a barnamezős területek rehabilitációja. Az elismerést a pályázatok és projektmenedzsment referatúra kolléganője vette át december 4-én Budapesten. Mi a holnap városáért ma cselekszünk folyamatosan, zárta bejegyzését az újabb díj kapcsán dr. Kovács Ferenc polgármester.
Számos jó eredményt értek el a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői 2023-ban. Az atlétikai VB-n a Szabolcsi megyeszékhely adta a legtöbb sportolót a vidéki egyesületek közül. A klub idén is ünnepséggel zárta az esztendőt. Több mint 1400 sportoló, bajnoki címek, EB és VB részvételek sikeres évet zárt a Nyíregyházi Sportcentrum 2023-ban. Ebből az apropóból egy ünnepséget rendeztek a Continental Arénában az utánpótlás sportolóknak. Nyíregyházán az elmúlt években több sportlétesítmény épült. Az önkormányzat ezért végezte az elmúlt 10 évben ezt a nagyon kiemelt koncepciózó sportinfrastruktúra fejlesztést. Most a stadion épül, de az is most már rövid időn belül kész lesz, és át lesz adva a sportolóknak. Amúgy is vannak a városban egyéb szabadidősportra is alkalmas fejlesztéseink. Azt remélem, hogy ennek meg lesz az eredménye. Ugye itt a tömegsport, szabadidősport, ami a versenysport utánpótlását, egyik bázisát is jelenti, az is számít, meg a diáksport is, ennyi gyerek itt van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nálunk összhangban működik, és hát vannak olyan szakembereink, edzőink, akik tudtak, és remélem tudnak is majd olyan versenyzőket nevelni, akikre nem csak Nyíregyháza, az ország is büszke lehet. Az év legnagyobb eseménye a budapesti rendezésű atlétikai világbajnokság volt, ahol a Sportcentrum 5 versenyzője vehetett részt. Az atlétikai világbajnokságnak köszönhetően talán még több mindenkit megérünk a sport oldalára, és ez nagyon fontos, hogy ez az érdeklődés fenn is maradjon, és aktív maradjon. Úgy gondolom, hogy erre Nyíregyházán páratlan lehetőségek vannak, hiszen nem csak egy nagyszerű szabadtéri, hanem egy feledpályás létesítmény is rendelkezésre áll, és nagyon aktív és pezsgő sportélete van a városnak. Úgyhogy többek között ezért is nagyon jó mindig Nyíregyházára látogatni. 2024 olimpiai év így kiemelten fontos a magyar sportolók számára. A Sportcentrumból többen is esélyesek arra, hogy ott legyenek Párizsban. Folytatódik a 2022 tavaszán megkezdett tanulói notebook kiosztási program. Magyarország kormánya elkötelezett az intézményi digitális infrastruktúra és eszközpark, valamint a tanulói digitális kompetenciák fejlesztése mellett. Ezért indította útjára a tanulói notebook kiosztási programot. 2022-ben több mint 33 milliárd forintból 120 ezer eszközt osztottak ki azon 9. évfolyamos diákok között, akik igényelték. Most a második ütemben 140 ezer hordozható számítógép jut el a 7. és 10. évfolyamon tanuló diákokhoz és köznevelési intézményekhez még a téli szünet előtt. Ebből vármegyénkbe 8683, Nyíregyházára 2888, az Arany János Gimnázium általános iskola és kollégiumba pedig 389 darab kerül. Az eszközök kiosztásával egybekötve kedden délután sajtótájékoztatót tartott Gasperné Román Margit, a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója, dr. Szabó Tünde kormánybiztos, Nyíregyháza országgyűlési képviselője és Kantár Attila az intézmény igazgatója az Ungvársétányi iskolában. 1954-től köszöntik a Magyar Véradók napján azokat, akik embertársaik életét mentik meg azzal, hogy vért adnak. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Elgázoltak egy gyalogost a Hunyadi utcán keddestől kijelölt gyalogos átkelőhelytől 40 méterre. Az autós későn észlelte, a gyalogost nem tudta elkerülni az ütközést. Az idős hölgyhöz rohamkocsi érkezett, ellátás után a kórház traumatológiai osztályára szállították. Ráfutásos baleset történt keddeste a Petőfi utcán a parküzletház előtt. Az egyik járműforgalmi okokból lassította, mögötte érkező ezt későn észlelte és beleszaladt a kocsival. A felek nem tudtak megegyezni a felelősség kérdésében, ezért a hatóság segítségét kérték. Baleset történt keddesten Nagyhalász külterületén. Egy személygépkocsi vezetője elvesztette uralmát a járműve felett, neki ütközött a vele szemben szabályosan közlekedő járművel, majd az ütközés erejétől egy korlátnak csapódott. Az idős férfit feszítő vágóval kellett az összeroncsolódott autóból kiszabadítani, súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy tilos a Rákóczi útról balra a Pacsirta utcára kanyarodni. Kérik a közlekedőket a kereszttáblák utasításainak megfelelően közlekedjenek. 1954-től köszöntik a Magyar Víradók napján azokat, akik embertársaik életét mentik meg azzal, hogy vért adnak. A Magyar Vöröskereszt Nyíregyházán is köszöntette a vármegye sokszoros víradóit. A keddi ünnepségen 143 víradó vett át elismerést. Köszönet és megbecsülés illeti azokat, akik vért adnak azért, hogy megsegítsék, megmentsék embertársaik életét. A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete minden évben megrendezi tiszteletükre a Véradók napját, amelyre idén is 50-szeres vagy akár 145-szörös véradókat hívtak. Azt gondoljuk, hogy 1939 óta a Magyar Vöröskereszt szerves része a hazai véradás szervezésnek, és azok az emberek, akik önzetlenül nyújtják karjukat és segítenek azért, hogy a hazai vérellátás biztonságban legyen. Megérdemlik azt, hogy minimum megköszönjünk nekik a véradást. Nagyon sokféle módon köszöni meg a véradóknak ezt a jellegű önzetlen segítségnyújtást a Vöröskereszt, de amikor találkozunk itt együtt, és sok olyan ember van együtt egy térben, akik vért adnak, akik közös célért, közös ügyben összefognak, azt mindenképpen jó megélni, és nagyon jó olyan emberekkel kezet fogni, akik rendszeresen, vagy akár alkalmanként részt vesznek a véradás szervezés hazai tevékenységében. Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese köszöntőjében úgy fogalmazott, a víradók a mindennapok hősei. A keddi ünnepségen 143 víradó vett át elismerést, ők az elhangzott adatok alapján több mint 27 ezer embertársuk életben maradásához, gyógyulásához, gyógykezeléséhez járultak hozzá. Az ünnepség helyszíne a Vármegyeházad díszterme volt. Hát mi nagyon fontosnak tartjuk, és minden évben igyekszünk helyt adni az Vöröskeresztnek és azoknak a véradóknak, akik a legfontosabbat adják, és a legönzetlenebből adják, hiszen saját testükből segítenek másik emberen, hiszen a vérükkel szolgálják a betegeket és a rászorulókat, és úgy gondolom, ez egy nagyon nemes feladat, és az a munka is, amelyet a Vöröskereszt végez, nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, hanem országosan is, sőt a határokon átnyúlóan, az mind elismerésre méltó, és természetesen a Vármegyei Önkormányzat nevében is szeretnénk ezt a munkát elismerni, és természetesen megköszönni a véradóknak még egyszer azt az önzetlen segítőkész odaadást, amelyen segítenek azokon, akiknek a legfontosabb hiányzik az életükből adott helyzetben, a vér. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnöke köszöntőjében azt mondta, 58-szoros véradóként büszke arra, hogy ennek a családnak a tagja. A vér ma is pótolhatatlan, semmi mással nem helyettesíthető, nélkülözhetetlen a gyógyításhoz. A szükséges vérmennyiség pedig csak a véradóknak köszönhetően biztosítható, és büszkék lehetünk rá, hogy hazánkban egészséges vér áll rendelkezésre, szemben a világ számos országával, hangzott el az ünnepségen. A véradók azok a segítők, akik a saját testükből adnak azért, hogy egy másik ember gyógyulásának az útját egyengessék, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Addig, amíg a vér semmi mással nem pótolható, csak vérrel, addig szükség lesz a véradókra, és mi pedig szeretnénk, hogy ők ezt a fontosságot érezzék, hogy tudják, hogy nekünk mindenképpen számítanak, és hogy mi számon tartjuk azt a csendes cselekvést, amit ők az életük során a nap belefűzve megtesznek másokért. Több ezer ember van a vármegyében, aki évente 2-3 vagy akár több alkalommal is vért ad. Őket köszöntötték és ünnepelték kedden Nyíregyházán, hiszen ahogy elhangzott, a víradók példaképek, akiknek jár az őszinte köszönet. A Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye Örliák klubja Mikulás futást rendezett az iskola körül szerda délelőtt. A klub tagjai arra kérték tanulótársaikat, hogy vegyenek fel Mikulás sapkát, és abban tartsanak velük, így tették emlékezetesebbé a Mikulás várást. A futáshoz kapcsolódott a Mikulás is, aki a fiatalokkal kocogta végig a távot. 28. alkalommal rendezik meg a Móricz Kupa leányröplabda tornát Nyíregyházán. Rangos mezőny érkezik a hétvégi tornára, 3 külföldi csapat is indul.
Közel három évtizede minden esztendőben megrendezik Nyíregyházán a Móricz Kupa Leány utánpótlás röplabda tornát. Idén 9 csapat vesz részt az eseményen. A 30-ra szerettünk volna készülni. 2 év Covid időszak elvitt 2 lehetőséget. Tehát 30 éve fut már ez a sorozat, azt lehet mondani. Nagyon készültünk erre az eseményre. Talán azt lehet elmondani, hogy most került a régi kerékvágásába ez a torna, úgy, ahogy korábban is a nehézségek előtt zajlott. A szombaton kezdődő tornán a házigazda Móricz Sportcentrum is indul, és szeretne győzni. Úgy gondolom, mindenki nyerni szeretne. Egy ilyen rangos tornát megnyerni nagyon nagy dicsőség, és nagy öröm a gyerekeknek is, nekünk is. Már régen nyertük meg. Döntőt mindig játszottunk, így az utolsó években is, de az ezüstérem maradt nekünk. Most azt tervezzük, hogy mindent beleteszünk, és megpróbáljuk a dobogó első fokát megcélozni. A mérkőzéseket a Móricz és a Kertvárosi Iskola torna termében rendezik a hétvégén. Utánpótlás klubvezetőként nekünk semmi más célunk nincs, csak az, hogy minél több játékost tudjunk a felnőtt csapatokba integrálni a saját utánpótlásunkból. Ez többé-kevésbé sikerül. Vannak már nagy nevek a magyar röplabdázásban, akik Nyíregyházáról indultak, és én biztos vagyok benne, hogy ez a következőkben is így lesz. A döntőt vasárnap rendezik a Móriczban. Híradónk végén nézzük főbb híreinket. Még egyszer, röviden. Nyíregyházán az adventet különleges látványosság gazdagítja. A lakosok és a városban látogatók karácsonyi díszbe öltözött retróbusz fedélzetén fedezhetik fel a város hangulatos utcáit. A jármű, amely a téli szünet végéig áll az utasok rendelkezésére, kedden óvodásokat szállított. Számos jó eredményt értek el a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői 2023-ban. Az atlétikai VB-n a Szabolcsi megyeszékhely adta a legtöbb sportolót a vidéki egyesületek közül. A klub idén is ünnepséggel zárta az esztendőt. 1954-től köszöntik a Magyar Véradók napján azokat, akik embertársaik életét mentik meg azzal, hogy vért adnak. A Magyar Vöröskereszt Nyíregyházán is köszöntötte a vármegye sokszoros véradóit. A keddi ünnepségen 143 véradó vett át elismerést. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!